Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és mivel rengetegen kérdezitek, hogy csináljak már úgymond a nőkkel kapcsolatos videót, ugyanis az előző motivációs videó, amikor a szakításról beszéltem, akkor az rengeteg embernek tetszett, és rengetegen motivációt nyertek tőle. Úgy voltam vele, hogy akkor felsorolnám azt a 10 dolgot, ami a nőket úgymond beindítja, vagy amit igazából szexinek tartanak. Úgyhogy hát ez egy érdekes videó lesz, és kicsikét más, mint a többi. Na de, séfárán bele is vág, kezdjük az elsőnél. Első az, hogy jó humorod van. Olyan dolog, ami a nőknek fontos és számít, érdekesnek talál, és viccesnek talál nyilvánvalóan, és csak szimplán nem lesz-e unalmas számára, de hogyha meg tudod nevettetni, szokták mondani azt, hogy akkor utána már bármit csinálhatsz vele. Második, ha a férfi tud főzni, így van. Imádják, hogyha a férfi tud főzni, és nem csak a dombepéből rendelni, úgyhogy a nőknek ugye ez szexi, hogyha a férfi otthon érzi magát a konyhában, és össze tud dobni nem csak egy sima magyaró vagy a szendvicset, de valami faszak is vacsorát. Úgyhogy séfárámtól tanuljatok megfőzni mindenképpen. Harmadik, szereted a kisállatát, így van. Hogyha éppen kutyája van, vagy macskája van, vagy tengeri malaca, lényegtelen, ő neki az fontos, emiatt mondhatni, hogy hogyha nem szereted, az egy nagyon nagy mínusz a szemébe, úgyhogy hát nincs más választásod, szeresd a kisállatát, hogyha szereted, látja azt, hogy gondoskodó vagy, akkor ez vonzó lesz számára, és valószínűleg azt fogja érezni, hogy akkor nem csak a kisállatával leszel kedves, meg gondoskodó, hanem vele is. Negyedik, öltönyt veszel fel. Na most, ha a nőknek felveszel az öltönyt, akkor azt általában a nők szexinek tartják, és amolyan gentlemannek, és például az én barátnőm mindig csodálattal néz rám, amikor felveszem az öltönyemet, a kis pingvin jelmezemet, vagy mi az istent, vagy ha csak szimplán egy szép inget felveszek, ugyanis teljesen más benyomás kelt a nőkben, hogyha egy férfi öltönyben van, most inkább az öltönyről beszélek, sokkal elegánsabb és sokkal vonzóbb. Ötödik, nagyon egyszerű, tudod azt, hogy vonzó vagy, és ezt is sugárzod kifelé, és érezni fogja a nő, hogy igenis, te azt érzed, hogy vonzó vagy, és az is leszel. Ez ennyire egyszerű, ez önbizalom dolog, magabiztosság, hogyha érzi a nő azt, hogy te magabiztos vagy, és vonzónak találod magad, és úgy is viselkedsz, akkor az is leszel a szemében. Ennyi. Hatodik, feszülős ruhák. És ha feszül az embernek a seggén, meg nem tudom a combján, hogyha szép formája van, akkor jó. Hogyha a csonton feszül, az már nem jó. Lényeg az, hogy legyen mind feszülnie annak a ruhának, farmernak vagy pólónak, mert akkor kiadja ugye a formáját az illetőnek. Úgyhogy a feszülősebb ruhák, amik kiadják a formát, azt a V alakot, azt a szép esztétikus formát, alakot, az vonzó, az szexi a nőknek, úgyhogy hát azért, hogy mondjam nektek, ne SS pólóba mászkáljatok, de hogyha az LS feszül már rajtatok, az már egész jó. Hetedik, nagyon érdekes, ha eres az alkarotok, és mondjuk kilátszik a póló alól. Na most ez elég furcsa, tudom, de ezt direkt megkérdeztem tinédzserként, mert volt. Akkoriban még nekem nem igazán volt eres alkarom. Jó, oké, 19 évesen igen, amikor versenyre diétáztam, de azért 17-18 évesen még nem igazán. A lényeg, hogy a nők szexinek tartják azt, hogyha valakinek eres, izmos alkarja van, és ugye kirátszanak az erek mondjuk a pulcsi alól, ugye felhúzza és akkor lehet látni az ereket. Olyan hatást keltenek, mint a Hugh Jackman ugye a Wolverine-be. Úgyhogy nem tudni miért, megkérdeztem pár nőt, és mindenki azt mondta, hogy ez így van, valamilyen szexinek tartják, de nagyon ők sem tudják, hogy miért. Úgyhogy mindenképpen gyújjatok alkarra. 8. Finom parfüm illatod van. Pontosabban a parfümöd illata finom, emiatt leszel te is számára finom illatú, meg finom. Tehát nem csak a parfümöd fogja megkívánni, hanem téged is. Ez jól hangzik. Tippem az, hogy nem árt néha tusolni, és nem hónajmirigy szagúnak lenni, úgyhogy mindenképpen használjátok parfümöt. 9. Nem írsz SMS-eket randi közben, vagy amikor vele vagy. Na most azért a nőnek fontos az, hogy figyelj rá, és 100%-ban figyelj rá, ne csak 20%-ban, vagy 30%-ban. Most, ha SMS-eket írogatsz, akkor azt a hatást, azt az érzést fogja kelteni a nőben, hogy nem fontos számodra, hanem inkább az SMS-ed fontosabb, meg a telefonod. Úgyhogy mindenképpen tedd le azt a telefont, és csak szimplán ne válaszolj az SMS-ekre, vagy csak szimplán kapcsold ki, és figyelj a nőre 100%-ban. És a 10. Nem nézel más nőket, amikor vele vagy.
meg amúgy sem nézel más nőket. A lényeg, hogy mondjuk elmentek vacsizni, randizni, vagy mit tudom én, sétálni, elmegy melletted egy nő, és kitörik a nyakad, és az kicsikét feltűnő, hogy utána el kell menned a csontkovácshoz, mert hát kitört a nyakad, mert éppen más csajnak a segít nézted, úgyhogy lehetőleg hát ne nézz más nőket, hanem figyelmet 100%-át ráfordítsd, éreztesd vele azt, hogy neked nincsen más, meg nem érdekel más, csak is ő, és akkor fogja ő magát a legszexibbnek érezni, és akkor fogja azt érezni, hogy különleges számodra. Úgyhogy ezek az én tippjeim, illetve ezek azok a, ez az a 10 dolog, amit összeszedtem nektek. Nagyon remélem, hogy ez a videó nem volt túl gáz, és hogy úgy, ahogy informatív volt, és legfőképpen szórakoztató, és nagyon remélem, hogy páran kommenteltek, hogy ti nektek mik a tapasztalatotok, ti hogy látjátok, és nők, ti is kommenteljetek, nyugodtan írjátok le, hogyha valamit rosszul láttam, vagy hogyha esetleg még lenne valami, amit hozzátennétek ehhez a listához. Várni fogom a kommenteket, hozzunk össze egy kis beszélgetést a videó alatt. Köszönöm szépen a figyelmet, ha személyre szabott edzéstervet, vagy étkezési tervet szeretnétek, akkor látogassatok el weboldalamra, ami az aramtariprofizik.hu, és kövessetek Instagramon, aramtariprofizik a nevem, hogy láthassátok posztjaimat, akcióimat, edzéstervekre, és étkezési tervekre is. Na meg a szexi tanácsaimra! Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, aki nem tette meg, iratkozzon fel a csatornámra még több hasonlóan érdekes videóért. Peace!